Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi vár rád augusztus hónapban, és ennél a felvételnél a mérleg jegyében születettekről van szó. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy ilyen havi jóslást, és akkor az passzol a te helyzetedre, a díjam 3500 forint. Először megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Az indiai számítás szerint ez év áprilisától kezdve körülbelül 18 hónapon keresztül Kétu itt van a mérleg jegyében, és aktivál kármikus témákat. Kétunál a múltról van szó, és érzelmekről, esetleg spirituális dolgokról. Kétu aktiválja az érzelmeidet. A Vénusz bolygó az jelenleg az indiai számítás szerint az ikrek jegyében van. Mivel az ikrek jegye a levegő eleméhez tartozik, ugyanúgy, mint a mérleg jegye, itt megvan a harmónia, a szerencse, ez kihat ránk, hölgyekre, és kihat a szerelemre. Merkur bolygó hatása alatt vannak cselekvések, szerződések, mozgás, kommunikáció. Merkur bolygó az oroszlán jegyében van, a tűz elemében, és a mérleg jegye a levegő eleméhez tartozik, és a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással, itt lesz egy jó hír. Mars bolygó a kos jegyében van, szemben a mérleg jegyével, itt tükröződik valami. Ez lehet a te energiád, és nézz ebbe a tükörbe, és oda kell befektetni az energiádat, ami jelenleg fontos számodra, de Mars bolygó az lehet a lelki társad, vagy egy férfi az életedben, itt tükröződik valami, ami még fontos ebben a kapcsolatban, a belső egyensúly. Augusztus 12-én teli hold van, itt magas célokról van szó, a hitedről, nem szabad feladni ezeket a célokat. Augusztus 27-én új hold van, ez jelenti a visszahúzódást, a meditációt, ez az új hold Regulus csillag hatása alatt áll, ami aktiválja a mi szívünket. Ez lehet a szerelem, de mindaz, amit kedvelünk. Augusztus 1-én Uránusz bolygó és Mars bolygó együtt hat. Uránusz bolygó hatása alatt vannak változások, meglepetések, és ez kihat Mars bolygóra, tehát a férfiakra. Augusztus 24-én Uránusz bolygó megáll, utána visszafele halad, kivált változásokat, és ez a visszafele tekintés utal a múltra. Azt is jelentheti, hogy valaki gondol rád, és visszatér a múltból. És most megtekintjük azt, hogy mit közölnek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen. Fölötted nincsenek kártyák, az jelentené a te gondolataidat. Ez arra utal, hogy nem engeded azt meg, hogy mások belepillantsanak a gondolataidba, a terveidbe. Azt is jelentheti, hogy légy óvatos, ne beszélj a terveidről, mert akkor olyan naív vagy, mint ez a gyermek.
Itt előtted látható ez a torony, ez jelenti a korlátozásokat, de lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy is. Itt a torony mögött van ez a kígyó, és ez a kígyó figyel téged. Ez a nő hamis, hiszen itt látható a ravasz róka. Azon kívül itt mellette megvan a korbács, és az azt jelenti, ez a nő meg akar bántani téged. Vagy bizonytalanná akar téged tenni, különösen, ha a terveidről van szó. Itt ebbe az irányba tekintesz, és ez a kártya jelenti a munkát, a hivatást, itt sikereid vannak, lesznek döntések, változások, és ez a virágcsokor jelent egy jó ajánlatot, vagy egy magán céget, egy kreatív tevékenységet, de légy óvatos, mert a kígyó figyel téged, és a kígyó jelenthet egy hölgyet. Amit ez a kártya még jelent, egészségügyi témák, lehet, hogy ez a hivatásod, de még bizonytalan vagy, viszont lesz itt egy új kezdet, és lesznek sikerek, döntések, erre utalnak itt az utak, és ez a nap. A lelki társad itt látható a képen, jelenti természetesen a férfiakat is. Itt a fölötte lévő kártyák utalnak az ő gondolataira. Itt ez a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket, és ez a terve, mert szeretné, ha a munkát illetően meg lenne ez a siker. Itt ez a kártya jelenti a munkáját, és a nap a sikereket. De az ő gondolataiban is megjelenik ez a hamis nő, viszont ő hátat fordít ennek a hamisságnak. Úgy augusztus közepéig ez a nő eltűnik mindkettőtök életéből, hiszen itt megjelennek az egerek, és az egerek azt jelentik, hogy eltávolítanak bizonyos kártyákat. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják ezt a hamis nőt. Itt egy vonalban megjelenik a könyv, az is lehet, hogy ez a nő eltitkolt előle valamit. De ez lezárul, hiszen itt lesznek változások, kapcsolatok, kiderül az igazság, és itt tisztázódik valami a nehézségek ellenére. Itt lesz egy fontos hír, vagy egy szerződés, ezáltal megváltozik valami. A gyűrű az jelenthet valamit, ami visszatér az életetekbe, de utalhat egy szerződésre is, és itt vannak a változások és a szerencse. Ez a sarló el tud távolítani valamit, hiszen elvágja a hegyet, a problémákat, a nehézségeket, elvágja a koporsót, amikor minden olyan csendes, nem történik semmi. Persze ez a koporsó utalhat egy örökösödési ügyre is, ahol még vannak itt nehézségek, ami a hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet jelent, de hamarosan tisztázódik itt valami, ez eltarthat szeptember hónapig. Ez a kasza jelenti azt is, hogy lesznek váratlan események, és itt vannak a változások, ami szerencsét hoz. A gyermek jelentheti a gyermekeket, itt az iskolázást, de jelent egy új kezdetet, és ezek lehetnek bizonyos szerződések. Ez a férfi ebbe az irányba tekint. Tehát vannak itt gondolatok a hamis nőt illetően, de ő ezt lezárja, sőt, itt látható, hogy most már hátat fordít neki, ami őt még foglalkoztat, ez a munkája, a hivatása,
itt kell számára az elismerés, és ez a kereszt jelentheti a hitét, vagy bizonyos találkozásokat, amikor a sors utak kereszteződnek, jelent változásokat, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez kihat a munkájára, a hivatására, az otthonra, a családra, az anyagiakra, itt lesznek bizonyos döntések. Ami a családját vagy az anyagiakat illeti, itt még valami átláthatatlan számára, mert valaki eltitkol előle valamit. De itt meg lesz nála az életerő és a szerencse, hogy átlát bizonyos dolgokon. Nem csak az otthona vagy a családja, a hivatása fontos, ahol itt megvan nála az életerő, hanem itt kinyílik egy új ajtó, ami a szerelmet illeti. Itt lesznek beszélgetések, ez a könnyűség, sőt, lehet itt egy utazás is. Ez az út jelenthet külföldi kapcsolatokat, vagy egy lelki utat, és itt látható, hogy előre mennek a dolgok. Ez a könyv jelentheti az ő zárkózottságát, de ez elmúlik, hiszen itt egy vonalban megjelenik a nap, és az jelenti akkor a valóságot, a nyitottságot is, és itt lesz egy gyógyító erő, vagy egy bizonyos terület, ami gyógyulással áll összefüggésben. Ez lehet a te hivatásod, ez lehet az ő hivatása. Itt lesznek változások, és a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, a szerződéseket, és a csillagok jelentik a szerencsét, vagy egy spirituális területet. Első hét augusztus hónapban itt látható. Te állsz itt a középpontban. Légy óvatos, mert valaki figyelget téged rossz szándékokkal. Ne beszélj a terveidről. Itt lesznek változások, döntések, ami a hivatást illeti. A virágcsokor jelenthet egy kellemes meglepetést, vagy egy kreatív tevékenységet, és a nap a sikereket. Második hét augusztus hónapban itt látható, ez a hamis nő még mindig játszik egy szerepet, de ez a férfi eltekint tőle. Itt lesznek változások, döntések, hogy milyen irányba forduljon minden. Itt a munkáról, a hivatásról, egy magán cégről lehet szó, ezeknek az alapjáról ezt megalapozni, vagy az otthonáról, a családjáról. Itt anyagiak is játszanak egy nagy szerepet, és itt látható a hamisság, és ez a hamis nő figyeli az ő anyagi helyzetét, és itt ez a kártya, a felhő azt jelenti, hogy itt még valami átláthatatlan, a hegy utal a nehézségekre, de itt tisztázódik valami, és jön egy fontos hír, vagy egy szerződés. Harmadik hét, augusztus hónapban itt látható, ő áll a középpontban, ő eltávolítja ezt a helyzetet, vagy ezt a nőt, itt megvan a gyógyító erő, olyan hirtelen lesznek itt változások, nála megvan a siker, az elismerés, az életerő, kihat az érzelmeire, kihat az anyukájára is, hiszen a hold jelentheti az anyukáját, és egy vonalban ez a ház jelentheti a szülői otthont. Itt megvan az életerő, és a kutya jelenti a hűséget, vagy a barátságokat. Itt a hátam mögött megjelennek az egerek, segítenek bizonyos dolgokat eltávolítani, és itt megvan a rend, a gyógyító erő, lesznek olyan hirtelen változások, amikor ő nem számít erre. Ez a sarló elvágja a hegyet, a problémákat, és itt kihat erre a hölgyre, tehát nálunk hölgyeknél ez elmúlik,
és akkor itt lesz egy új kezdet, változások. Nála megvan az életerő, ami szerencsét hoz. Utolsó hét, augusztus hónapban, itt a szerelem áll a középpontban és a hűség. Kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek. Itt megvan a könnyűség, a beszélgetés, és itt ez a hajó jelenti a reményt, de jelent külföldi kapcsolatokat, utazásokat is, ez lehet egy közös nyaralás. Ez a hajó jelent egy belső utat és egy lelki utat. És itt ez a könyv és a koporsó jelenthet ilyen régi témákat, a bölcsességet, a tanulást, és a gyűrű a kapcsolatokat, hiszen ő visszatér hozzád, vagy valaki visszatér a múltból. Itt vannak a változások, egy új kezdet, egy hír, és a csillagkép jelenti a szerencsét, vagy egy spirituális területet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!